Tihanyi Gábor a Sasok szakértője, szinte személyes ismerősei. Egy-egy kirepülés előtt álló fészekalj, a réti sasok és a természetvédelmi őr sikere is egyaránt. Itt a Hortobágy keleti részén vagyunk, és egy réti sas fészekaljnyi fiókát tervezünk meggyűrűzni. Jó helyen ment át, Tibi? A hegymászó kötelet próbáljuk áthúzni az ágvillán, aminek segítségével majd föl tudunk mászni. Már előrehaladott állapotban van a fészkelés, a fiókák már nagyok, éppen pont abban a korban vannak, amikor még rájuk lehet rakni a gyűrűt. Kicsit később már problémás lenne, mert utána olyan mértékben megerősödnek, meg annyi individuális lesz a jellemük, hogy már nem fogják tűrni ezt a fajta beavatkozást, de most még ez vélhetően sikerülni fog. Felmegy a munkatársam, egy dobozban leküldi a fiókákat, itt a földön biztonságos körülmények között meggyűrűzzük, és utána pedig amilyen gyorsan lehet vissza is fogjuk küldeni, és utána elhagyjuk a helyszínt. Nekem az édesapám biológia tanár volt, tehát már gyerekkoromban is a növényekkel, az állatokkal kapcsolatba kerültem, rovaráztam már általános iskolás koromban. Ökológusként végeztem, és onnantól kezdve egyenes volt az út, hogy én egy nemzeti parkban szeretnék dolgozni. A természetvédelmi őri állás látszott olyannak abban az időben is, aki leginkább a terepen tölti a mindennapot. Tibi, mekkorák a fiókák? Nagyok! Jó, szürkék a tőnek a végét, közd össze! Mehet rá egy hurok és jöhet fel a láda! A fiókáknak van egy minimum életkora, amikor már gyűrűket lehet rájuk rakni, meg van egy javasolt maximális életkora is, amikor még rájuk lehet rakni a gyűrűt. Ez nagyjából olyan 4 és 8 hetes koruk között van. Ha ennél a fióka kisebb, akkor még nem elég fejlett annyira a csűdje, hogy ezt a nagyméretű gyűrűt, amint a kezemben van, ezt úgy tudjuk rárakni, hogy az rajta is maradjon és biztonságosan tudjuk rögzíteni. Hogyha pedig ennél nagyobbak a fiókák, akkor a fészekhez felmászásnak van igazából rizikója, mert akkor már annyira öntudatosak ezek a madarak, és annyira fejlettek, hogy gyakran a felmászást azzal reagálnák le, hogy kiugranak a fészekből. Repülni ugyan még nem tudnak, tehát súlyos sérüléseket szerezhetnek, ezt mindenképpen el kell kerülni, tehát hogyha véletlenül kicsúsznánk az időből, az azt jelenteni, hogy ahhoz a fészekhez már nem lehet felmászni ebben az évben, arról le kell mondani. Itt ennél a fészeknél mind a két madár öreg, jó ideje itt költenek, bár egyébként a párok tagjainak a kicserélődéséről sokszor nem is tudunk, de ezek a madarak, ezek itt vannak az egész év folyamán. Hát igen, ez egy jó fejlett fiatal madár. Szívem egyik csücske, nagyon szeretem a ragadozó madarakat, ezen belül a rétisast különösen. De egyébként is minden olyan idő, amit a természetben kint tudok tölteni, az arany számomra. Első körben úgy látszik, hogy ez egy teljesen egészséges fiatal rétisas. Igen, most nincsen bebegyelve, tehát még ezután fog jönni a mai napi étkezés, vélhetően. Előre haladott állapotban van már a fejlődése. Ez a madár legalább 6-7 hetes, úgyhogy nehezén már túl van a fészekbeli fióka korának. Körbe tud fordulni, elégségesen nagy, de ugyanakkor azért annyira nem nagy az átmérője a belső gyűrűnek, hogy le tudjon jönni róla. Biztonságosan megszegecseljük két ponton, és hogy ne is zavarjuk tovább, vissza is rakjuk, megy vissza a fészekbe, jön le a fészek testvére, ugyanezt megcsináljuk vele is, és utána pedig elmegyünk innen a területről. A 1980-as éveknek a krízis helyzete után, amikor mintegy 10-12 pár volt már csak az ország fészkelő állománya, szépen magára talált ez a faj. Ismereteim szerint mostanában olyan 400 pár körül van a hazai fészkelő állomány, és időről időre Hortobágy Nemzeti Park Igazgatóság működés területén is újabb és újabb párok jelennek meg. Például a hortobágyi halastavaknál, ha az ember egy néhány órás sétát tesz a halastavak körül, akkor most már elég nagy az esélye annak, hogy fog rétisast látni.